Köszöntöm a Szent Endre ma nézőit, elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Testületi ülés, 3 millió forint támogatás a Szent Endrés térsége TDM Nonprofit Kft-nek. Toborzás, a Szent Endrei Rendőrkapitányság december 16-án kinyitja kapuit a diákok előtt. Hanuka, a Szent Endrei zsidó közösség közös gyertyagyújtással gyűlt össze a fények ünnepén. 3 millió forint támogatást adott a város a Szent Endrés térsége TDM Nonprofit Kft-nek. Erről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. A TDM támogatásának tárgyalása előtt azt vitatták meg a képviselők, hogy kaphat-e a városi szolgáltató nonprofit ZRT 10 millió forint pótbefizetést. Magyar Judit, az MSZP képviselője azt a kérdést tette fel, hogy mekkora tartalékkeret áll még rendelkezésre erre a célra. Magyar Judit szerint már nem éri el a 10 millió forintot ez a keret. Röviden a következő rendeletmódosításnál látszani fog, hogy menet közben ez a tartalék ez feltöltődésre került, és ezért tudjuk ebből a tartalékból biztosítani ezt a szükséges forrást. A gazdasági vezetőtől a polgármester és a képviselők is bővebb választ szerettek volna kapni arra, hogy miből töltődött fel a VSN ZRT rendelkezésére álló tartalékkeret. A következő rendelet módosításnál természetesen a testület elé fog kerülni ez a javaslat, amiben szerepelni fog, hogy miképpen szeretnénk az előirányzatokat rendezni, és elsősorban majd a testület dönteni fog ennek az előirányzatnak a módosításáról. Egyébként két időszak között, két rendelet módosítás között pedig meg polgármesternek van hatásköre arra, hogy átrendezze ezeket az előirányzatokat a rendeletünk értelmében az ott meghatározott feltételek szerint. És ennek megfelelően fogjuk ezeket az vagy rendezzük ezeket az előirányzatokat. Erről be fogunk természetesen számolni a következő rendeletmódosításnál. Részletesen ezt most nem tudom önnek megmondani, de nyilvánvalóan, hogyha erre kíváncsiak, akkor ezt be tudjuk mutatni. Fekete János a TESZ képviselője nem tartotta kielégítőnek ezt a választ sem, így ismét megkérdezte, hogy mekkora ez a keret. Kubatovics Áron szerint pedig a polgármesternek nincs felhatalmazása a tartalékkeret módosítására. Sajnálatosan mást kell mondanom, a költségvetési rendeletünk tartalmazza, hogy egyedi értékhatár 10 millió forintig a polgármester két rendeletalkotás között megtehet átcsoportosításokat. A polgármester ígéretet tett, hogy írásban megválaszolják majd a képviselők kérdését, hogy mennyivel töltődött fel a tartalékkeret. Ezt követően tárgyalták a képviselők a Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. Támogatásáról szóló napirendet. A testület úgy döntött, hogy 3 millió forint támogatást nyújt a 2015 évi költségvetés terhére a cégnek olyan formában, hogy a pályázat költségeinek előfinanszírozására nyújtott 25 millió forintos tagi kölcsönből, melyből a társaság már 20 millió forintot visszafizetett, 3 millió forint követelést elenged. A Kft. Rendezte meg az idei éjjel-nappal nyitva című rendezvényt, de a költségekre nem állt rendelkezésre a teljes fedezet, a tagi kölcsön egy részét használták fel. Toborzónapot szervez a Szentendrei Rendőrkapitányság december 16-án a diákoknak. A programon szeretnék vonzóvá tenni a rendőri pályát a fiataloknak, ezért beszélgetésekkel és a gyakorlati feladatok szemléltetésével is várják az érdeklődő fiatalokat a kapitányságon. A rendőrség rendszeresen tart toborzónapokat, elsősorban olyan fiataloknak, akik pályaválasztás előtt állnak. Ezeken a napokon beszélgetéseket is tartanak, hogy az érdeklődők személyes élményeken, tapasztalatokon keresztül ismerhessék meg a rendőri pályát és a hétköznapokat. Természetesen a felmerülő kérdésekre a válaszok sem maradnak el. Nagyon-nagyon várjuk azokat a fiatalokat, akik szeretnének beállni a sorainkba, mert én állítom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó kis munka, és egy szép munka, és sok mindent lehet tenni mindenkiért. Persze ez minden más szakmával is így van, de hát nekem az a dolgom, hogy a miénkről mondjam el, hogy ez milyen nagyon jó. Úgyhogy várjuk az összes középiskolást itt a területünkről, el is küldtük a meghívókat természetesen az intézményeknek. Általában várjuk az iskolásokat, de most ez egészen másról szól. Most egy picit nagyobbakkal, picit felnőttesebben, egy picit mélyebben szeretnénk beszélgetni, elmondani, hogy miért jó ez, hogy miért szeretjük, hogy miért érdemes.
10 év, 20 év, 30 év után van olyan kollégám, aki most 30 éves elismerést kapott, 30 éve van a testületnél, jövő évben 25. éve dolgozik, ugyanazon a településen, van egy másik kollégám, az is jövő évben ér bele, 25. éve ugyanazon a településen teljesít szolgáltatót. Mi ebbe az jó? Mi ebbe a szép? Mi az, amit adni lehet? Mi az, amivel mondjuk több, mint bármi más, meg mi az, amivel kevesebb? Azt nehezen tudjuk összevetni, hogy mi az, amivel kevesebb. Amitől több, az biztos, hogy ez alatt a 20 év alatt mondjuk, amit én aktívan rendőrködtem, olyan sok dolog történt velem, olyan sok érdekes, extrém, elképzelhetetlen történet van már a memoárba feljegyezgetve, ami sehol máshol nem történhetett volna meg. Ilyen szempontból mindenféleképpen érdekes. Vannak benne nagy sikerek, vannak benne nagy szomorúságok, vannak benne dolgok, amik elgondolkodtatnak, vannak, amik elborzasztanak minket, de alapvetően az, hogy egy ilyen típusú testülethez lehet tartozni, és hogy ki tudjuk azt gondolni, hogy mi lenne jó másoknak, hogy hogyan lehet javítani a mi szolgáltatási felületünket, mert mi is szolgáltatók vagyunk, itt a postások, meg az utcaseprők. Hogy hogyan lehet ezt alakítani, és hogy hogyan lehet úgy csinálni, hogy egyre jobban elfogadjanak minket, és hogy egyre több visszajelzést adjanak, és egyre nagyobb partnerségre lejünk, ez egy zseniális dolog, úgyhogy mindenkit várunk hozzánk, nekünk, mellénk. Szeretnénk minél több járőrtársat toborozni 16-án. A beszélgetéseken kívül programokkal is készülnek. A fiatalok közelebbről megismerhetik, kipróbálhatják a legfontosabb eszközöket, amiket egy rendőr nap mint nap használ. Körbejárjuk a házat, minden olyan eszközt, technikai eszközt, ami lehetséges, azt odaadom nekik, hogy nézegessék meg. Ami olyan, azt ki is lehet próbálni. Értelemszerűen lövöldözni nem fogunk. De minden olyan apróságot szeretnénk megmutatni, és minden olyan rejtett kérdésre szeretnénk választ adni, ami felmerülhet egy jelenlegi középiskolásnak a fejében, ami érdekelheti, amire kíváncsi lehet. Én úgy gondolom, hogy elég érdekes munkánk van. Nem lehet azt mondani, hogy olyan rettentően monoton lenne. Ráadásul mostanában mindig történik valami, ami kizökkent minket a saját kis menetrendünkből is. Tehát a saját menetrendünk sem egyszerű, de aztán van egy vörös iszap, van egy árvíz, van egy határhelyzet, van egy lefagyott dobogókő, meg mindig van valami, ami teljesen új feladatrendszert hoz nekünk, és átszabja a nappalainkat is, meg az éjszakáinkat is. Úgyhogy ez egy érdekes munka, aki szereti a kalandot, meg néha a rettentő unalmas papírmunkát, akkor azt örömmel várjuk. A rendőrség várja azokat a fiatalokat, akikben már megfogalmazódott, hogy hivatásként a rendőri pályát szeretnék választani tanulmányaik befejezése után. Megtartotta a hagyományos Hanuka ünnepségét december 13-án vasárnap délután a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szentendre közössége. A fény ünnepének első lángját december 6-án, az utolsót, a 8-at december 13-án este gyújtották meg a vallás követői. A Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szentendrei Egyesületének vezetője, Vajda János vezette a december 13-ai szertartást, a hagyományos Hanuka ünnepséget, ahol közösen gyújtották meg az utolsó 8. gyertyát. A rendezvényen fellépett a Lauder Javne iskola zenei tagozatának Zmirim Klezmer együttese. A jelenlévők megemlékeztek az ünnep eredetéről, hagyományairól, sorra vették a gyertyák jelentését is. Elhangzott a 8. nap különlegessége és a 8-as szám jelentése. Jön a 8. év, jön a 8. nap, elérkezik Hanukának az utolsó napja, a 8. napja, és a 8-as számnak az üzenete az legkülönlegesebb. Nekünk is egy kicsit magasztosabbnak, misztikusabbnak kell, hogy legyünk. Mi is ki kell, hogy lépjünk a kereteink közül. Ugyanúgy, hogy őseink akkor és ott ugye kiléptek kereteik közül, és képesek voltak egy olyan háborúba belemenni, ahol amivel nem sok esélyük volt a győzelemre. Hanuka 8. napja megtanít minket arra, hogy mi is lépjünk ki a határaink, a szokásaink, talán úgy is lehetne mondani, hogy talán a határaink közül. És ha sikerül nekünk egy kicsit felemelkedni és kilépni a 7-es számból és átérünk a 8-asba, akkor az már egy sokkal magasztosabb és sokkal különlegesebb, sokkal szentebb szintre tudunk elérni. Kívánom mindenkinek azt, hogy Hanuka üzenete kíséri el önöket minden egyes napján az évnek, nem csak ebben a 8 napban, hanem Hanuka után is, az összes hónapban egészen addig, amíg talán nem is olyan sokára ugye eljön a messiás.
zsidó level, ugye hagyományok szerint, amikor eljön a messiás, akkor minden, akkor fordul a kocka, akkor nem lesznek háborúk, akkor nem lesz elnyomás, akkor egyetlen egy feladata lesz a zsidó népnek azt, hogy a Jóisten megismerje. És még egy érdekes dolog, amikor eljön a messiás, akkor a menórát, a menóra gyújtásának a rendje az fordítva lesz. Az első este fogunk gyújtani 8 lángot, aztán 7-et, majd pedig 6-ot, 5-öt, 4-et, 3-ot, 2-t, és nem úgy, mint ahogy gyújtjuk azt ugye ezekben az időkben, amikor még ugye amikor még nincs itt a messiás, amikor minden nap egyel több gyertyát kell, hogy gyújtsunk. A Hanuka azokra a makabeus hősökre emlékezik, akik a szabadságharc során győzelmet arattak a szíriai görögök felett, illetve a jeruzsálemi szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a 8 napon át égő mécses csodájára. Az új olaj előállítására 8 napra volt szükség, de ekkor a hagyomány szerint csoda történt. Az egy napra elegendő olaj 8 napon át égett. Ennek emlékére a Hanuka első napjától kezdve minden este egyel több gyertyát gyújtanak meg a zsidó családok, és olyan helyre teszik őket, ahol hirdethetik az isteni csodát. A gyertyatartót, amelybe a gyertyákat helyezik, Hanukiának hívják. A Hanukiának, azaz a hanukai gyertyatartónak 9 ága van. A közepén egy szolga, a sámesz található. A szolga segítségével kell meggyújtani a 8 gyertyát vagy mécsest. Első nap egyet, másodikon kettőt, és így tovább. Az ünnep végén minden láng ég, így szimbolizálva, hogy az olaj kitartott 8 napig. A szentendrei szertartáson ünnepélyesen a 8. gyertyát is meggyújtották. Gála műsorral búcsúztatta az idei versenyszezont a Velden Sporttánc Egyesület. Az esemény 2015-ben is csatlakozott a Mikulásgyárhoz. Hagyománya a Velden Sporttánc Egyesület életében, hogy minden évben karácsony előtt egy gála műsor keretében minden formációjuk megmutatja magát a közönségnek. Idén, december 13-án láthatta a közönség a közel 2 órás ünnepi produkciót. A táncosok az egész éves felkészülések és versenyek után jutalomjátékként élik meg a karácsonyi sportcsarnokbeli fellépést. A legkisebbektől a legnagyobbakig, a kezdőktől a versenyzőkig mindenkit várt a színpad. Igazából ez már a 14. karácsonyunk, bár itt a csarnokban, Budakalászi csarnokban 2010 óta rendezünk Veldenc karácsonyt, és szeretjük az első 3 hónap munkáját megmutatni. Még nyilván nagyon sok utómunka és gyakorlás van a koreográfiákkal, de mindenképpen egy picit karácsonyi hangulatban búcsúztatjuk tulajdonképpen ilyenkor az elmúlt évet, jelen esetben a 2015-ös évet. Most csak és kizárólag veldences táncosokkal, illetve veldences edzőkkel találkozhatnak, hiszen meglepetés produkcióként a Veldance edzői fogják megnyitni majd az idei karácsonyi ünnepséget, utána pedig a csoportjaink táncos produkciói következnek. A tőlünk megszokott színes kavalkád várható majd itt a Palánci csarnokban, hiszen többféle műfaj is bemutatásra kerül, az akrobatikus rock'n'rolltól kezdve a mazsoretten át egészen a hip-hop és break műfajáig. Talán egy picit családiasabbra igyekeztünk fogni a karácsonyit, és akkor majd egy picit nagyobb szabású lesz a júniusi évzárógála, hiszen ezután majd fél év múlva az következik, évvégén, a tanév végén, amikor már nagyszerű versenyeredményekről is beszámolhatunk, bár ezt most is megtesszük majd a megnyitó alkalmával, hiszen már október-novemberben elkezdtük a versenyzést ebben a tanévben, és bizony országos dobogós helyezéseket gyűjtöttünk többféle műfajban, erre mindenképpen majd kitérünk, és ami talán más lesz egy picit, hogy nem lesz most sztár vendégünk, majd júniusban hívunk valakit, hogy színesítse a műsort, és most az edzők és a táncosok egy pici karácsonyi hangulatot igyekeznek majd varázsolni így advent ezüst vasárnapján. A Mikulásgyáros együttműködés tulajdonképpen abból fakad, hogy segítsünk a rászoruló családoknak, egyedülálló időseknek. Így karácsony előtt azt gondolom még inkább rájuk fér, hogy akik megtehetik, és bármivel, tartós élelmiszerrel, tisztító tisztálkodási szerekkel, vagy akár csak könyvel és jó minőségű játékokkal, ruhákkal, ha tudunk segíteni, akkor mindenképpen segítsünk, hiszen nagyon sok embernek a karácsonya is a nélkülözésről szól, és igazából csak emiatt csatlakoztunk, hogy ha már ennyi ember összegyűlik a Kalászi csarnokban, és nyilván egy jó ügyért, hiszen egy színes, színvonalas produkciót láthatnak, akkor hozzák magukkal, amit nagyon szívesen felajánlanak, és ezzel mindenképpen tudunk segíteni így karácsony előtt. Új formációk, lendületes, dinamikus koreográfiákkal kápráztatták el a közönséget, ahogy ezt már az elmúlt években is megszokhattuk az együttes tagjaitól.
Egyéni és csoportos produkciókat is láthattak a nézők december 13-án. Mi vagyunk a Wellness Crew, és egy ilyen divat és showtánc keverékét, azaz a fashion dance fogjuk ma bemutatni a nézőknek. Izgultok, hogy érzitek magatokat? Jó, elég izgulunk, sokat gyakoroltunk, de reméljük, jól fog sikerülni. És ezen kívül mióta vagytok a csapatban, és mióta vagytok egy csapat? Hát szeptember, hát két külön csapatból alakultunk, és szeptemberben alakult ki ez az egy csapat, amivel most meg fogunk mutatkozni. A lányok mellett a fiú csapatok is színpadra léptek, az új tánc stílusok képviselői is megmutatták tudásukat a közönségnek, amik között a break volt a legnépszerűbb. 2,5 hónap, és hát egy ilyen koreográfiát, amit sokáig tanultunk. És nehéz lépések vannak benne. A tavalyi évhez hasonlóan a jótékonyság is fontos szerepet kapott a gálán. Az esemény második alkalommal kapcsolódott a Mikulás gyár szentendrei gyűjtőpontjához, így az ünnepi sporttánc gálára is mindenki elhozhatta adományát. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan a 7 embere című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!